Sziasztok, sziasztok, remélem Gábor Lázs, az Toshibától látom itt egy notebookot méghozzá a Protégé X20W-t. Itt látjátok egy Windows 10 volt rajta, és ez egy 2:1 készlék, ami egy business notebook úgymond, mivel nem egy olcsó áron fogja majd a Toshiba árulni, de nagyon jó funkciókkal, látjátok persze 180 fokban, vagyis akár 360 fokban is persze hátra lehet hajtani a képernyőt, nagyon stabil, még így is igazából a képernyő, hogyha mozgatom, látjátok, meg sem mozdul a képernyő, tehát jó, meg van építve, könnyű magnéziumházból van, így egy kicsit műanyag érzésünk van, de itt belőle egy kicsit fém érzésünk is van, egy kicsit hidegebb is, és látjátok, nagyon szép hairline finish van rajta, tehát ilyen kis síkok van ebben, és így az új lenyomatok alig látszanak. Onyx Blue színben lesz Európában kapható, úgy néz ki, mint ahogyha fekete lenne, de ez Onyx Blue-nak hívják, lesz sötét szürkében és Amerikában, és amit látjuk alul, van benne igazából egy kis fan, vagyis kis ventilátor, mivel rendes Intel Core i3, i5, i7 és akár V-Pro processzorokat is bele lehet rakni ebbe a 15,4 mm vékony készlébe. Hogyha összehajtom, tehát így áthajtom, látjátok nagyon szépen, hogy milyen vékony a készlék, kisebb, vagyis mint egy centes, hogyha így mellé állítanánk. Itt van egy kis bekapcsgom azzal, hogy egy 2:1 készlékben mindig oldalra rakják. Van egy mikro, vagy egy sima USB csatlakozónk kis USB stickekhez, meg persze egy secure lockunk, hogy le tudjuk zárni. Ha megfordítom röviden, akkor látjuk, majd USB-C-n át töltjük. Ehhez a töltő persze benne van majd a dobozban, ezt megmutatom, egy nagyon kicsi kis töltőkészlék lesz, egy relatív vastag kábel hozzá sajnos, de hogy látjuk, majd relatív gyorsan a 44 wattórás elemet rendben feltölti, 20 volt 2,25 amperrel, van ráírva, ezt is még hozzáadják, mivel nincs HDMI adapterünk, van egy USB-C-ről HDMI adapter benne még a dobozban, de ez is van USB-C, tehát tudjuk közben tölteni is, és mivel ez egy touchscreen-es készlék, van egy stylusunk is majd a dobozban, ami egy vákum 2048 nyomás érzékelő igazából képernyő, vagy tolvan beépíte bele, vagy annak hozzá, amit majd egy tokra könnyen rá tudunk csatlakoztatni, sajnos a tokot nem adják hozzá, azt is majd nekünk bemutatom. Kettő gombunk is van persze hozzá, tehát szépen lehet majd rajzolni is vele. Hogyha előre megnézzük itt a készüléket, látjuk, hogy nagyon szép billentyűzetünk van, 1,5 mm-t tudjuk lenyomni, ami nagyon kellemes, relatíve kicsi trackpad, széles, de nem túl magas, de van benne egy újranyomatolvasó, ahol nem kell végighúzni az ujjunkat, hanem csak rárakjuk, és már be is olvasta. Harman Kardonnal dolgozok együtt, tehát hangos, de mégis jó zeneminőség vagy hangminőség jön majd itt alulról ki a notebookból, és ahogy látjátok, sok csavar van benne, de elvileg persze az egy business készlék, hogyha beküldjük a Toshibának, hogy valami tönkrement, akkor ők kicserélik egy pár napon belül ingyen, és hogyha már nem működne a notebook Toshiba hibája miatt, mint hogy a mainboard tönkre megy, vagy akár a SSD, ami bele van építve, akkor is nem csak a pénzeket kapjuk vissza, hanem kapunk egy új készléket is. Ez nem rossz garancia. Itt a Toshibától mit kell még róla tudni, 12,5 incses a kijelző, nem csak egy kameránk van benne, ami arra használhatjuk majd, hogy skype-oljunk, hanem Windows Hello kamera is van benne, ami azt jelenti, hogy tudja, így is igazából, így is lehet unlockolni a készléket, hogy csak ránézünk, és nem is kell az új lenyomatunkat használni. Gorilla üveg 4 van rajta, ami, ahogy látjátok, nem tükröződik, csak egy kicsit, itt most kint vagyunk igazából, egy Wintergartenben, téli kertben, és kicsit tükröződik itt most felülről a fény, de alig látszik rajta a tükröződés, mely szép matt touchscreenünk van, amit persze most itt tudnék használni, így is simán, hogy megfordítom, és ahogy látjátok, nagyon szép gyorsan működik a készlék, és tudjuk majd bárhol használni, főleg mint táblagép, szerintem egy nagyon szép kis készlék. Sajnos az, hogy ilyen szép és jó a készlék, 2000 euró lesz kb. Az alapára egy gondolom i5 processzorral, de akár i3-mal, i7 esetben, ahogy mondtam, 8 GB az alap, max 13 GB-ot lehet belekérni, és akár 16 órát is bír az elemje, de egy olyan 10 óra lesz a realisztikus, amit látjátok, most éppen 12 órát ír ki 100%-nál, úgyhogy most az előző fél órában már mindenféle ember nyomogatta. Én vagyok a harmadik, aki most kezembe vette, és persze szép gyorsan is működik az egész, és főleg szerintem a toll felhasználattal lesz érdekes,
és azzal, hogy csak 1,1 kg könnyű, alig érezzük majd, hogy nálunk lesz a táskánkba, de ajánlom persze, hogy vegyetek hozzá egy tokot, akár a Toshibától, nagyon szép kis tokot lehet hozzá kapni, és itt nem csak belefér szépen, hanem még egy USB-stickeket is lehet rakni, és ide oldalra rá lehet ide akasztani akár a stylust is, hogy azt ne veszítsük el. Tehát köszönöm, hogy néztetek, Remek Gábor Lázs, ez volt itt a Toshibától az új X20W-D. Legközelebb én nem feszek feliratkozni a YouTube csatornámra, és sziasztok!